Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! A rendező Békés Csabai Napsugár Bábszínház és a társrendező Veszprémi Kabóca Bábszínház nevében szeretettel köszöntöm Önöket a 6. Bábos Drámaíró verseny fináléján. 6. alkalommal veselkedtek neki az írók, hogy egy éjszak alatt bábos drámát írjanak, és a csapatok, hogy 55 óra alatt előadássá formálják azokat. Mindehhez kellett egy téma, ez volt az, ez az a cetli. A Békés megyei hírlap egyik cikkének a címe, a nők jobban fáznak? Ízlelgessék egy kicsit, a nők jobban fáznak. Gondolom ezt tette csütörtök éjszaka Turbúj Lilla, Adamik Zsolt és Dániel András. Mármint nem fáztak, hanem barátkoztak a témával, aztán billentyűzetet ragadtak. Hogy melyik lesz a győztes, kikapják a legjobb színésznek, rendezőnek, előadásnak járó díjakat, arról a zsűri fog dönteni, akiket most bemutatnék. Gabnai Katalint köszöntöm, drámatanár, színikritikus. Szűcs Istvánt, a tavalyi társházigazda, az alaegerszegi Griff Bábszínház igazgatóját. Rumi László rendezőt, a tavalyi év legjobb rendeződíjasát. Jászai Tamás kritikust. De természetesen nem utolsó sorban Zalán Tibor költő, író, dramaturg, pedagógus, egyetemi tanár, és aki a munkájukat segíti, koordinálja, Kiszei Ágnes, a Kecskeméti Ciróka Bábszínház igazgatója. Munkájuknak köszönhetően gazdára talál a legjobb dráma, a legjobb rendező, a legjobb színész, a legjobb színésznő, a legizgalmasabb karakter és a legjobb előadás díja. Említettem, hogy az idei évben a Veszprémi Kabóca Bábszínház a fesztivál társrendezője, amelynek igazgatója Szőke Kavinszky András itt van körünkben, köszöntöm őt is. És köszöntöm Kozsik Ildikó rendezőt, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanárát, hiszen innen is több színész segítette az előadások megszületését. Visszatérve a döntnökökre, természetesen Önök, a nézők is szavazhatnak majd, ahogy már ezt megszokhatták, akik itt voltak az elmúlt 5 évben. Méghozzá a legjobban tetsző előadást fogják Önök kiválasztani. Ezt a díjat az egész csapat, a szerző, a rendezőasszisztens, színészek kapják. Nincs más feladatuk, mint nagyon figyelni, és a szavazólapon azt az előadást bekarikázni, amelyik a legjobban tetszett. Ha az első az egyes, a másik a kettest, és hát természetesen a harmadik esetében a hármast. Na de nem is húznám az időt, kezdődjön a bemutatók sora. Elsőként Dániel András Odabent a frigóban, avagy Nem lesz itt soha előadás, kísérleti jégrevű című művét. Halasi Dániel rendezésében láthatják a szereplők. Főren Dezső, színházrendező, Cumbilörs, Békés Csabai Napsugár Bábszínház, Zsiráf, Sánta Ivett, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Csiga 1, Benkő Zsuzsanna, Kabóca Bábszínházból, Csiga 2, Szőcs Orsi, a Napsugár Bábszínházból, Kilukadi, Benő, hűtőgép szerelő, Szabó Zsolt, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, rendező asszisztens, Nagy Ildikó. Jó szórakozást kívánok! Thank you.
semmi kedvem hozzá! Ki találta ki, hogy egy hűtőszekrényben próbáljunk? Miért? Maga hol próbálna egy jégrevűt? Nem egyszer elmondtam, hogy öltözzenek melegen! De ez tényleg jégrevű lesz! Állj! Állj! Két hete próbálunk. És maga ezt most kérdezi? Ezerszer hallhatta, hogy egy országos bábgyorsasági versenyre készülök. Az igazgatóság egy kísérleti jégrevűt szeretne bemutatni. Azt eddig nem mondod kísérleti. Kísérleti, mert nagyon gyors. Úgy. Ezért próbálunk hűtőszekrényben. Ha kellően hideg van, akkor mindenki siet, hogy minél hamarabb véget érjen. Maguk is, meg a gyermekek is. Rapid revű. A jövő gyermekszínház. És a közönség szereti az ilyet? Közönség? Ne legyen a nevem főrendező. A gyerekek nem szeretnek mindent, ami hideg. Hógolyók, jégkrém, riznic. Na meg a gyorsaság. Két felvonás, meg szünet, meg mit tudom én. Ugyan kérem, csúszókám erre. A gyermekek már rég nem érnek rá. A felnőttek sem igazán. Csak maguknak mondom el. Terve van véve. Ott fenn, hogy nem sokára minden színházat hűtőszekrénybe költöztetnek majd. A nagyobbakat egyenesen fagyasztóládába. Talán, ez még nem biztos. A kisebb társulatoknak pedig jégkocka tartókat fognak kiutalni. Na de munkára! Gyerünk! Kezdjük rögtön a végével! Finálni! Képzeljük el, hogy itt ül a közönség. A tojástartókban a gyermekek tideregnek. És akkor a dal! Az egyik csápja rá fagyott a szájára. Nem csoda, egy ilyen daltól. Maga most mit szellemeskedik? Ez egy győzelmi induló. A történet arról szól, hogy a jégtündérek legyőzik a lázadó fagyasztott borsókat, akik el akarják rabolni első Mirelit pacal legszebb leányát. Ez biztos. Mi az, hogy biztos? Maga nem olvasta a szövegkönyvet? Ez egy gyermekeknek szóló jégrevű. Ebbe kell a történet. És mindig a jó győz. És a gyermekek együtt énekelnek, stb. 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 Na, ha a kolléga nem tud énekelni, akkor majd ő lesz a tánckar. Egyedül? Igen. Ha neten egy kicsit gyorsabban mozogna, akkor majd többnek látszana a nézőtérről. De hát ő csiga. Csiga? És ha csiga fázik, mert ugyebár fázik, akkor nem tudna egy kicsit fürgében ugrándozni? Hát attól, hogy csiga, attól még igazán megpróbálhatná. Na, akkor kezdjük el még egyszer a próbát. Az első két versszakot szeretném hallani. Egy, kettő, három, tessék! Thank you.
fagyott csápú. Csiga, vegye ki a kezét a zsebéből. Így nem lehet táncolni. De nem veheti ki. Merengetnie kell a cickányait. Féle cickányokat! Megőrülök. Hát ez egy jégrevű. Nem kis állat, nem hely. Különben is mit keres egy csiga zsebében cickány? Miért? Mit keres egy zsiráf a hűtőszekrényben, ha? Magának hányszor kell valamit elmondani. Ez egy gyermekeknek szóló jégrevű. Az ilyesmibe belefér a zsiráf a hűtőszekrénybe. Nézze meg a saját szemével! Belefér? Pont ahogy a cickány a csiga zsebben. Na ugye! Ja persze, a cickányok. Na, vegye ki onnan azokat, de nagyon gyorsan! Na, megvan a komplett tánckor. Legalább felmelegednek egy kicsit. Azt mondja, nem valami ügyes táncosok. És igaza lett, a cickányok nem éppen a tánc tudásukról híresek. Miért? Már bocsánat. A csigák talán igen. Maga most sértegeti őket. Mit akar már megint? Még egyetlen normális tánclépés sem láttam a kollégáitól. Arról nem is beszélve, hogy még mindig nem hozták be a korcsolyájukat a próbára. Pedig ez egy jégrevű, ugyebár. Már elnézést, de a rendező úr látott már korcsolyázó csigát? Ezt most tényleg egy hűtőben ácsorgó zsiráf kérdezi tőle? Nem hiszem. Na jó, még egyszer. Kezdjük el. Most az első három verszakot szeretném hallani. Átéléssel, cickányokkal, zenekar, tessék! Elnézést, Kilukadi Benő vagyok. Azért küldtek ide engem, mert azt mondták, hogy irtó furcsa hangokat hallott a frigider. Irtó furcsa hangokat mond? Na de kérem, ez egy kísérleti jégrevű próba. Hát igen, hát kísérleti jellegéből adódóan valóban kiszűrődhetek némi érdekes hangok. Na de kérem, hogy is mondta? Én ahhoz nem értek, kérem. De ha kitetszenének egy kicsit fáradni innét, akkor belepiszkálnék egy kicsit a masinába. Piszkálni? Kedves uram! Piszkálni? Egyedül csak én piszkálhatok. Szóval az úri szerelő! Nem egészen. De ha a kísérleti jégrevűt holmi gépezethez hasonlítjuk, akkor... Akkor igen, lehet. Négy zsiráf! Igen. Lehet, hogy ez adja ki a hangokat. Igen, lehet. Mi van, haver? Ezt nekem mondod, aki háromszor is megnyertem a kerület legszebb hangú zsiráfja díjat? Hát mit tudjam azt én? Lehet, hogy a kerületben jól passzol, de a frigiderben nem igazán. Na ide figyelj! Jaj, de vidám a roppan a jég, mennyire fűcsünk most a hideg. Csak, hogy hozz majd elred a lég. Nem ebben van benne az, hogy hót akar elbe a bárci bennünk, az az egyik nép rokonokból szól. Lehetem! Ne jut eszembe! Hát a zsiráfok nem tudnak beszélni, nem hogy énekelni, nem buta vagyok, de mégiscsak a masina lesz az.
a nézőtéren, a színpadon nem látnak igazi, mérről jövő, átélt didergést. Még a végén itt maradnak. Felejtjük el, hogy az országos báb gyorsasági versenyre készülünk. Ezért osztottam magukra a szerepet. Ezért? Persze, hogy ezért. Hát ezt mindenki tudja, hogy a nők jobban fáznak. Jobban? Kinél? Hogy kinél? Nem tudom. Mondjuk a férfiaknál. A nőknek ehhez sokkal nagyobb tehetségük van. Hát figyeljék meg a kislányokat is, hogy hógolyóznak kinn az udvaron. Nem tudom, ez így van rendjén, ez így van jól. Hát például nézzenek meg engem. Tessék, fázom. Ugye? Így fázik egy férfi. Nem rossz, mert ugye bár nem rossz. De hát mégsem az igazi. Fázni csak egy nő tud igazán. És mi? Nők vagyunk. Miért? Nem? Végül is, mint csigák. Hát, ja. Hát végül így is lehet ezt nézni. Én tudni, hogy nő vagyok. Rendben, hölgyeim. Akkor próbáljuk el még egyszer. Finálé! Teljes szövegtudással, zenekarral, cickányokkal és még több fázás. Amennyi csak telepél. Fantasztikus jégrevű volt ez, hölgyeim és uraim. Dániel András odabent a frigóban, avagy nem lesz itt soha előadás, hát volt. Című művét láthatták, rendezte Halasi Dániel. Rövid technikai szünet után folytatjuk a második előadáson.